Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit egy kicsit megfázott hangon itt a Xiaomi Magyarország YouTube csatornáján az én nevem Zsolt. Sokan mondják, hogy túl nagyra nőttek mostanság az okostelefonoknak a képernyői, elemben viszont nagyon sok előnye is van ennek. Itt van például egy Xiaomi Mi 9 a maga 6,39 hüvelykes AMOLED paneljével, amit tartalomfogyasztása maximálisan alkalmas, plusz még osztott képernyős modra is képes, tehát két alkalmazást tudunk futtatni egyszerre. Az ozott képernyős mód eléréséhez legegyszerűbben az alkalmazás váltó megnyitásán keresztül jutunk el, ugye ezt kétféleképpen tudjuk megtenni, vagy a gesztus vezérlést használjuk és alulról csúszhatjuk felfelé az ujjunkat, majd ott vagy pedig a vezérlő gomboknál a négyzet ikonra kattintunk rá. Ezek után már láthatjuk a korábban megnyitott alkalmazásokat, és bal felül megfigyelhetjük az osztott képernyő funkciót, és meg is jelenik egy ilyen kis sáv, hogy nyomjunk rá egy alkalmazásra, tartsuk lenyomva, majd utána pedig húzzuk oda erre a felületre. Most mondjuk egy Chrome alkalmazást nyitunk meg, a Xiaomi Life-nak a híreit szeretnék mindenképpen elolvasni, vagy értesülni a legújabb tesztekről, közben pedig megnéznénk a Xiaomi Magyarországon valamilyen videót, és ezt is megtehetjük bátran. Például böngészszük, hogy a legutóbb kihelyezett ilyen kis kompresszor pumpával kapcsolatban én mit mondtam, mit gagyogtam itt jobbra balra, és lejjebb is tehetjük, méretezhetjük, hogy több helyünk maradjon a cikkek olvasásának, és kihasználjuk teljesen az alsó felületét a képernyőnek, és itt futassuk a videót a háttérben, természetesen a hangot is le lehet játszani. Nagyon kényelmes tehát, hogy bármikor olvashatunk bármit a weben, utána nézhetünk, aminek csak szeretnénk, közben pedig hallgathatunk zenét, nézhetünk videóklippeket, vagy esetleg tájékozódhatunk a legújabb Magyarország Magyarországgal kapcsolatos videókról. Nyugodtan méretezhetjük jobbra-balra, hogyha szeretnénk, illetve közben természetesen használhatjuk a gyári vagy egyéb megoldású billentyűzeteket is, csak ilyenkor számítsunk arra, hogy addig az alsó felületet esetleg nem látjuk, ameddig felbukkannak a karakterek, de közben átmehetünk a sami.hu webshopba is, hogyha megtetszett ez a pumpa és szeretnénk megrendelni, vagy e, tájékozódnánk egy kicsit, hogy mit tud a Xiaomi Mi A3 készülék. Nagyon fontos információ, viszont, hogy nem mindenki eh, program támogatja ezt a funkciót. A Play áruház például igen, tehát nyugodtan le tudunk tölteni közben alkalmazásokat, a zenelejátszó is, viszont az Instagram már nem támogatja az osztott képernyős módot, és azért még találkozunk számos ilyen applikációval. Bármikor ki tudunk menni a fő képernyőre, hogy teljes képernyőt használassunk, és ilyenkor a bal felső ilyen kis lilás színű ikonra rákattintva azonnal vissza is jutottunk, hogyha szeretnénk ide a lehetőségek közé. Szintén, amikor rákattintunk egy olyanra, ami nem támogatja, akkor teljes képernyőre ugrik a program, de visszatudunk lépni továbbra is az oszott képernyőbe, tehát elég intelligensen meg van ez oldva hogyha pedig már nem használnánk az alsó képernyő felületet, akkor le kell húzni ezt a kis sávot, és már is minden működik ugyanúgy, mint hogyha nem is használtuk volna az osztott képernyős módot. A nagy kijelzőknek tehát van előnye, két programot lehet futtatni egyszerre, már hogy a támogatod, tényleg próbáljátok ki, nagyon hasznos az osztott képernyős mód. Remélem, hogy tetszett ez a kis videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, plusz a Facebookra, Instagramra, és kövessétek a samilife.hu weboldalt is. Szép napot kívánok mindenkinek! Sziasztok!